őket hitoktató janicsárok akarták megfélemlíteni a mindenre elszánt védőket. Az ostrom előtti felvonuláson Kőszeg főterén mutatkoztak be a sereget. Egykor Jurisics Miklós maroknyi csapata és a lakosság védte meg a várat és a várost, sőt Európát a törököktől. Ezt idézik fel évről évre Kőszegen. Ez a célunk, hogy átjöjjön az, hogy Kőszegen ehhez az ostromnak mindenhez köze volt. Tehát ugye az egész várost érintette, sokszor elhangzik, hogy nem várat, hanem városra ostromoltak. Ennek megfelelően a különböző táncos egyesületektől, csoportoktól, a múzeumig, amint említettem, vannak ugye kézműves vagy művészkörök, akik mondjuk gyerekjátékokat tudnak vezényelni, vagy éppenséggel egy kiállítást szervezni. Az ostrom hétvégén katonai bemutató, koncertek és kézműves kirakodó vásár is színesítette a program kínálatot. A kötélugró világbajnok Bánhegyi Adrien pedig Guinness rekord kísérletet hajtott végre. A program sorozat szervezésében az Ostromnapok Egyesület mellett 13 helyi civil szervezet is részt vett. Anyukák, apukák, családok fognak össze azért, hogy ez a nap jól sikerüljön. Az egyesületeken belül is nagyon sok munka folyik, például nálunk is az asszonyok, lányok varnak, a horvátoknál is az asszonyok, lányok készítik elő a gyerekek foglalkoztatásához a különböző eszközöket, az iparosok különböző újabb játékokat találnak ki. A törökök csapatát a boxolók, míg a védők táborát az ország különböző hagyományőrző csoportjai, többek között a szombathelyi fekete sereg is erősítette. A történelem idézésre idén is több ezren voltak kíváncsiak, ahogy ez a szombathelyi család is. Szeretnénk, hogyha látná az igazi törököket, hogy foglalták el a várat. A törökök támadását Kőszeg ezúttal is visszaverte. Az Ostromnapok rendezvény sorozata a következő hetekben hastáncfesztivállal, utcabállal, ostromsakkal, túrákkal és kiállításokkal folytatódik. A program a várkapitány Jurisics Miklós szobra előtti ünnepélyes megemlékezéssel zárul augusztus 30-án.